srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb focis videóban. Eltékozó tehetség rovat folytatódik egy olyan személlyel, akit egyébként már korábban többen említettek a live-okban, hogy legyen ő a következő szereplő. Csak én nem tudom, személy szerint én úgy gondolom, hogy mindig találtam nála érdekesebb figurát, de most eljutottunk oda, hogy beszélgessünk egy kicsit, csak álltok a kamerába. Annyira zavar mindig, amikor féloldalasnak tűnik, de amúgy nem az. Tehát a videóban nem veszed észre, hogy kicsit így meg lenne dőlve, de itt meg van dőlve. Lehet, hogy csak úgy a szélvédő miatt, ahogyan így, na mindegy, szóval hosszú történet, vagy lényegtelen. Na, Bojan Krikic, aki Barcelona nevelés, hát ugye Barcelona nevelésnek tudjuk még mondani ismertebbek között Messit, Fabregas is egyébként Barcelona nevelés volt, de hát ugye nem ott teljesedett ki, aztán Xavi, Iniesta, most így hirtelennyiben ennyit így a nagy nevek közül, és Bojan Krikicre is azt mondták, hogy hatalmas nagy tehetség, és nem akartak egyébként a Barcelonnal úgy járni, hogy a Fabregas esetében, hogy a Fabregas volt az, akit végül elhapoltak az akadémiáról gyakorlatilag bagó pénzért, és azt szerették volna, hogyha ez a probléma nem ismétlődik meg, tehát ezzel kapcsolatban azért mindenféle óvintézkedést megtettek, és ezért is lehetett felkapott, mert már nagyon fiatalon kapott profi szerződést, és hát mivel ugye őstehetségről van szó, itt értsd úgy, hogy őstehetség, hogy a korosztályos válogatottakban nagyon jól szerepelt, meg a korosztályos csapatokban nagyon jól szerepelt, és hát úgy voltak vele, hogy hát most már van egy ifjú titánunk Lionel Messi személyében, akkor jöjjön egy Bojan, és akkor hát ha együtt jól tudnak együtt dolgozni, és akkor házon belül megoldottunk mindent, és akkor öröm és boldogság van. Na most a srác 29 éves jelenleg, tehát még mindig azt mondom, hogy fiatalnak mondható, viszont jelenleg Kanadában játszik, és ez már annyira nem király. Most a korosztályos csapatokban jól teljesített ugye. A Barszában egyébként egy kicsit puskáznom kell, 2007 és 2011 között játszott a Barcelona A csapatában. 2011-ben adták kölcsön az AS Romának. Hát több mint 100 meccsen összesen 20 gól, amit el tudott érni. Hát ez az NB1-ben nem lenne rossz, ahol ugye rengetegszer hallunk olyat, hogy egy játékos mondjuk a szezonban játszott 30 meccset és rúgott 2 gólt csatált létére és sztárnak kezelik, hallod. Úgyhogy én azt mondom, hogy az még úgy oké. Na mindegy, szóval nem voltak vele elégedettek nyilvánvaló, ezért úgy voltak vele, hogy a még mindig nagyon fiatal játékos menjen és talán egy gyengébb csapatban, hát egy nyilván gyengébb csapatban próbáljon meg hát kis rutint szerezni, próbálj meg ott fejlődni. Kölcsön adták 2 évre az AS Rómának, 12 millió eurót fizetett érte a Róma, és ez úgy nézett ki ez a szerződés, hogyha 2 év után azt mondja a Róma, hogy neki nem kell Krikic, akkor 13 millió euróért visszavásárolja a Barcelona. Ha megyben azt mondják, hogy nekik kell Krikic, mert annyira bevált, akkor még valami 20 milliót kellett volna fizetni a Rómának. Tehát ez igazából ahhoz képest apró pénz, hogyha most tényleg bevált a gyerek, tényleg sorra lövi a gólokat, mint Hókot Rós, akinek szarnia kell, akkor nyilvánvaló, hogy meg fogják tartani. Tehát nem tartották meg, és akkor ugye visszament a Barszához, ahol hát megvakarták a fejüket, hogy hát most mit csináljunk vele, hát nekünk se kell már a srác, mert hát most már teljesen más a csapat szerkezet, nem akartak vele foglalkozni, ezért úgy voltak vele, hogy ismételten kölcsön adják, ezúttal az Ajaxba adták kölcsön, tehát július 1-én 2013-ban visszament a Barszába, július 6-án már kölcsön volt adva Hollandiába. Miután vége lett ott az egyéves amsterdami kitérőnek, visszatért megint a Barszába, ahol hát nem tudták, hogy megint mit csináljanak vele, ezért eladták. 1,8 millió eurót adtak érte. Hát ez elképesztően alacsony ár, a Stoke City vásárolta meg, de a Stoke-nál is ez úgy nézett ki, mondjuk ott elég sokáig bírta, ha azt nézzük, 3 éven keresztül volt a csapatnak a tagja, az első számú csapatnak a tagja, majd kölcsönadták a Mainzba. És akkor utána a Mainzi kitérő után, hát ott aztán nem tartott olyan sokáig, az fél évig tartott összesen.
visszatért a Stoke-ba, ahonnan megint kölcsönadták ezúttal Spanyolországba tért vissza az Alaves csapatába, ott eltöltött egy kellemes évet, majd utána akkor vissza a Stoke-ba, és akkor utána a Stoke-tól meg, hát mondták neki, hogy akkor többet nem kéne jönni, és ezért eligazolt a Montreal Impact csapatába, Kanadába, de hát ugye ők az MLS-ben játszanak, tehát az MLS-ben játszik jelenleg. Hogy mik lettek az okok, ami miatt nem jött össze, ez az, amit szoktam ugye mondani, ez a teher, ami rajta van, amit ugye szerintem Freddy Adu esetében is mondtam, hogy egy hatalmas teher volt a sásznak a vállán. Gondolj bele, a Barcelona világ egyik legjobb csapata, már ad neked egy profi szerződés, nagyon fiatalon bemutatkozol a csapatban, 17 évesen már Bajnokok Ligája meccsen szerepelsz, ez egy hatalmas teher. Ez egy hatalmas teher, amit cipelned kell, egy megfelelési kényszer van rajtad. Meg kell felelned, egyébként hozzáteszem vadidegen embereknek, mert az, hogy magadnak megfelelsz, az egy dolog, de az valószínűleg nem lenne arra elég, hogy te egy Barcelonában megmaradj. Tehát itt vadidegen embereknek, edzőknek, játékos megfigyelőknek, különböző ügynököknek kell megfelelned. És ez egy hatalmas teher lehet egy 10 éves játékosnak a vállán. Kicsit olyas, mint tényleg, mint Freddy Adunak az esete, ugye ott is az volt, hogy nagyon fiatalon jó szerződést kapott, és nem tudott élni a lehetőségekkel. Mert nagyok voltak az elvárások, valószínűleg egyébként sokan nem is segítettek neki ebben, na mindegy. És még Bayernról annyi hírt találtam, hogy ő ugye egyszeres spanyol válogatott, még Del Bosque volt az, aki behívta anna egy barátságos mérkőzésre, egyszeres spanyol válogatott, ezáltal ugye másik csapatban nem játszott, viszont azt hiszem a faterja révén ő amúgy szerb felmenőkkel rendelkezik, tehát akkor lehetett volna azt is, hogy szerb válogatottban játszon, mert hát ugye oda nagyobb az esély, hogy bekerül, és azért mégiscsak jó lenne egy válogatottban játszani, mert ugye akkor esetleg VB, EB részvétel, még egy szerb válogatottnál is, amúgy benne van a pakiban, hogy VB meg EB. És akkor az UEFA-nál kérvényezték, hogy hát tudják, hogy a szabályok nem teszik hivatalosan lehetővé, de az UEFA egyébként, vagy a FIFA, bocsánat, a FIFA dönthet úgy, hogy hogy ezt bizonyos esetekben félreteszi ezt a szabályt, és azt mondja, hogy akkor jó van, fiam, akkor te játszhatsz abban a válogatottban, egy másik válogatottban. Na most elutasították ezt a kérvényt, úgyhogy Csórikám egyszeres spanyol válogatottként fog valószínűleg visszavonulni, nem biztos, nem hiszem, hogy őt még egyszer spanyol csapatba, spanyol válogatottba behívnák. Úgyhogy ez Bojan Krkićnek a története, még nincs 30 a srác, innen már nem fog visszajönni. Én azt mondom, hogy örüljön annak, hogyha meg tud maradni majd az MLS-ben. Az se rossz hely egyébként, az elmúlt 10 évben hát rengeteget fejlődött a futball az Egyesült Államokban, úgyhogy szerintem még akár az is lehet, hogy ott akkor ő megmarad. Ennyit szerettem volna ebben a videóban, kommentben esetleg, ha bármi kérésetek van így a következő szereplővel kapcsolatban, mert most jelen pillanatban még nem tudom, hogy ki legyen a következő, úgyhogy nyugodtan esetleg kommentben írjátok le, hogy ti kit szeretnétek a következő ilyen videóban látni. Illetve látni engem fogtok, kiről szeretnétek hallani. Köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!